14. fordulójához érkezett az élvonalbeli labdarúgó bajnokság. Az Újpest elleni régóta várt idegenbeli siker után egy még nehezebb találkozó vár a pirosfehérekre. Szombaton az edzőváltáson áteső Fehérvár FC érkezik miskolci vendégjátékra. A DVTK vezetőedzője szerint várhatóan támadóbb felfogásban szerepel majd ellenfelük, mint eddig, de csapata előtt a cél így is a 3 pont begyűjtése. A DVTK heti edzés munkáját az utolsó novemberi bajnokira történő felkészülést is befolyásolta az a tény, hogy a fehérvári együttes vezetése edzőváltás mellett döntött, és visszatért a korábbi sikeredző Joan Carillo. A régi új vezetőedző felfogása ismert, kezdte beharangozóját a DVTK vezetőedzője, az azonban nem segített, hogy még nem áll rendelkezésre új felvétel az ellenfélről, ugyanis a váltást követően a miskolci lesz az első tétmérkőzése az új szakembernek. Nikolic mesternél a stabilizáció volt a legfontosabb, és stabil volt a védekezés, és abból egy támadójáték. Carillo mesternél pedig a 2014-15-ös videótonnál ugye azt mondom, hogy tényleg a cél az volt, hogy minél több gólt rúgjanak. Feckó Tamás szerint mindez lehetőséget teremt majd számukra, hiszen ilyenkor adódhatnak gondok a védekezéssel. Hogyha ehhez hozzátesszük azt, folytatta a DVTK szakvezetője, hogy a fehérváriak a bajnoki címért hajtanak, ezért garantáltan támadni fognak, mindez segítheti a Diósgyőr terveit. Bár a soros ellenfélnél még a kispadon is válogatott szintű játékosok ülnek, de nagyon jó állapotban vannak a pirosfehérek is, hiszen 4 mérkőzésükből 3-at megnyertek. Hogyha megnyerjük a mérkőzést, akkor az egy nagyon-nagyon nagy fegyvertény, de tényleg azért dolgozunk, és azért megyünk ki a pályára, hogy a szurkolókkal együtt közösen meg tudjuk nyerni ezt a meccset. A DVTK-ban Karan már pályára léphet, de Ivanovszkinak még egy mérkőzésre vonatkozik az eltiltása. Fontos információ még, hogy az utolsó előtti idei hazai bajnoki mérkőzésre szóló érvényes jeggyel vagy bérlettel ingyenes a tömegközlekedés az egyes villamoson, illetve autóbuszon, a mérkőzés napján szombaton 17 óra 30-tól 23 óra 30-ig. A találkozó 19 óra 30 perckor kezdődik.